A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke dr. Bolyán Pájtítjal a tartományi kormány elnökével tárgyalt a vajdasági kormány átalakításáról. Pásztor István a Pannon rtv elmondta. Abban állapodtak meg, hogy azok a pártok csökkentik a titkári pozícióik számát, amelyeknek több van. A VMS-nek elképzelhető, hogy az eddigi három tárca helyett kettő marad. Mindenki fölügyeli azokat a területeket, amiket ebben a pillanatban birtokol, vagy fölügyel, vagy amiért felelősséggel tartozik azzal, hogy egészen biztos, hogy nem olyan titkársági szervezésben, mint eddig volt. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek a gazdaság szférája, jogalkotás, kisebbségvédelem és az oktatás szférája továbbra is a hatás körében marad, de valószínű, hogy nem három titkárságban, hanem kettőben. A VMS elnöke leszögezte. Jelenleg mindennél fontosabb az ország és a tartomány politikai stabilitása. Enélkül veszélybe kerülhet Szerbia európai integrációs folyamata. Ez biztosítja az egyedüli esélyét annak, hogy elnyerjük a mandátum végén, a ciklus végén a tagjelölti státuszt. Az pedig azért fontos, mert csak így tudunk hozzáférni azokhoz az előcsatlakozási alapokhoz, amikből munkahelyet tudunk teremteni, amikből infrastruktúrát tudunk fejleszteni, amikből a mindennapokon lehet változtatni vagy javítani. Ez az embereknek az elsődleges elvárása, megalapozott elvárása. Pásztor István szerint március végére befejeződik a vajdasági kormány átalakítása is.